Az eddigi legnagyobb szabású, mellrák kezeléssel foglalkozó kutatás során genetikai teszttel elemezték a tumorok veszélyességét. Az onkológusok ezt követően állapították meg, hogy a daganat kezdeti stádiumában szenvedő nők 70%-át meg lehetne kímélni a kemoterápiától. Bár a kúra életet menthet, a toxikus hatású gyógyszerek súlyos mellékhatásokkal járnak. Szakértők több százezer adatot elemezve a napokban egy konferencián arról számoltak be, hogy a melldaganatos nőknek ugyanakkora volt a túlélési arányuk kemoterápiával, mint anélkül. Míg a sugárkezeltek esetében az érték 93,8-es volt, addig mindössze egy tizeddel több, 93,9-es volt a kemoterápiás kezelésben nem részesültek esetében ez az arány, azaz a sugárkezelés nem jelentett érdemi különbséget. A kutatók ugyanakkor leszögezték, bár komoly áttörésről van szó, a felfedezés csak bizonyos esetekre vonatkozik. Rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy a tanulmány szigorúan korai stádiumi mellrákos esetekre vonatkozik, kifejezetten azokra, amelyeket még lehet hormonterápiával kezelni, és a rák nem terjedt át a nyirokcsomókra, nyilatkozt egy onkológus. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy bizonyos típusú mellrákban szenvedő nők naponta küzdenek a szörnyű dilemmával, hogy vállalják-e a kemoterápiát vagy sem. Ezért is nagyszerű a hír, hogy a mostani áttörés a daganatos betegek ezreit szabadíthatja meg a sugárkezelés szenvedéseitől. További érdekesség a téma kapcsán, hogy először sikerült teljesen daganatmentessé tenni egy előre haladott és már áttétes mellrákban szenvedő nőt egy áttörő terápiával. A speciális kúra során a beteg saját immunrendszerének erejét használta fel a rák elleni küzdelemben. A siker nyomán feltámadt a remény, hogy a terápia más daganatok esetében is működhet. A kutatók most teljes körű klinikai vizsgálatra készülnek annak megállapítására, hogy mennyire hatásos a kezelés. Az agydaganat kapcsán is újabb felfedezés látott napvilágot. Szakorvosok azt állítják, hogy a halálos betegség ellen hatásos lehet egy leukémia kezelésére fejlesztett hatóanyag. Több egereken elvégzett teszt is igazolta, hogy az ibrutinib nevű hatóanyag lelassította az agytumor növekedését az állatokban, sőt, tízszeresére növelte a túlélési arányt a rákcsálóknál. Az ibrutinib ugyanis bizonyítottan megfékezi a glióma őssejtjeit, amely az agytumor sejteknek a kezeléseknek ellenálló és agresszíven terjedő típusa. A tudósok szerint a hatóanyag kombinálása sugárterápiával növelheti a betegek élethosszát.